Sziasztok! A mai videóban egy olyan videót hoztam el nektek, hogy mit ki az ikon. Ez egy festékvalós videó lesz, és ilyen élőhez tudok, akkor hozok el nektek. Szóval mit lesz én, hogy a mai november 3. Csodálatos tartalmakat hoztunk el számotokra. Az elkövetkező hónap során nézd meg egy kis ízelítőt a Jorvik féle tartó iszki dolgokról. Herman hazatér. Végre itt az idő, hogy Herman hazatérjen a Jorvik szavartába, hosszú kaland után. De van egy olyan érzésünk, hogy a kalandjának ezzel még nincs vége. Van egy másik dolog, aminek még nincs vége. A Mrs. Hogwarts kutatás, úgyhogy mindenképp vedd el vele, mit talált, a jövőben hasznos lesz. Guillermo Gadel visszatér a fagynyugat, inspirálta versenye Jorvik Lovai számára. Állni minden bele. November 16-án érkezik, egy elegáns ló érkezik a belga melegvérű. Új, azt tudom, a belga melegvérű spoileres videó nem lesz a leírásban. 7 csodás variáció van, amelyek egyikét egy való életbeli ló, Houndem áll-in, az olimpiai érmes ló így lette. Ha már alig várod, hogy igazi bajnokokat érezd magad, ugolj stílusosan az új kiugrató sabrakokkal. Jön anyukám. Feljött. És lábvédő variációkkal. Ezután minden készen áll arra, hogy két H és M versenyben próbált egy visszatérő és egy új versenyről van szó. A verseny izgalmai után vonulj vissza a könyvtárba Mrs. Hogwarts-szel, hogy folytassátok a kutatást a valák kapuján keresztül. Mi nekem nem tetszenek a belga melegvérő, akkor nagyon fura ugrásuk van, meg minden, de még nem tartunk itt. A valák kapuján keresztül november 23. Ha figyelemmel követed Mrs. Hogwarts munkáját, most learathatod kutatása top gyümölcsét, kövezelőek lavasokat, Beatrixot, Concordeot, a Csikót, és Mrs. Hogwartsot. Egy hihetetlen utazásra. Találkozz új barátokkal, régi ismerősökkel, de ami a legfontosabb, járjon gyorsan az agyad, és ne maradj le. 800 szintű vagyok, nem baj. Versenyez stílusosan. November 30. Az majdnem december. Skip a délpatai farmnál vár. Skip. Hogy kipróbálhass az új délpatai szereplovagló versenyt. Jorviki, divat, bolondok, új invédők, rávédők, és diukrató nyerek alá tétek, érkezetek szépséges pasztel színekben. Ugye ez lesz a... nem, ez mi volt amúgy? Ez a Herman itt hazatér, ugye ezek a belga melegvérőek lesznek. Nem igen tetszenek, de nem baj. Ja, és ez nem nagyon kíváncsi vagyok. A titeket is érdekel. Gyertek a szerszéből oldalára is nézzétek meg. Illetve ha még nem játszol vele, akkor ingyenesen egy hónapig plusz, és ha tudjátok dönteni, megveszitek el. Remész arra, hogy játsz most. Töltsön be. Tehát rámész a játszmosra, rámész a játékra, olyan tudom, ismét a játszmosra, mert itt kell elveszni.
kiválaszthatod a szabad színét, sörényét, karakteret, a személynek a színét, egy olyan arcát, hajat, sminket, szemeket, ruhákat, kell, én nem most kezdtem, mert akkor ezt kezdjük, nadrágot, illetve csizmát, és ezekkel kész vagy, persze, szülői felügyelettel csináljátok, amit gyerekek vagytok. Válasznevet akar, de hát a felvételem. Szóval, válasznevet akar, tehetnek, amilyenek az enyém van a blueberry fejhör. Ezután válasznevet a lovannak, ami lehet egy is, tehát csak lehet simán mit tudom én. Lehet simán az a lovan neve is, hogy mint. Be kell írnod az e-mailedet, illetve minimum egy 6 karakteres jelszót. Beírod a születési dátumodat, és regisztrálhatsz, és egy hónapig ingyenes. Ezután, ha neked ez lejárt, akkor simán megvehetitek a vásárlásnál a felejtességet. Mire csak most rányomokra kíváncsi vagyok. Itt meg kell írnod egy e-mailt és egy jelszót, amit most nem fogok megcsinálni, mert én szerelzel vagyok. És ott a többit majd a szüleitek elintézik. És érd el a varázslatot. Légy Starrider. Ha Starrider leszel, akkor talán meg a saját lélek lovadat. 300-nál is több egyedi lófajta köz. Fedez fel Jorvi szigetének mágikus titkait és történetét. Játsz egyik több ezer izgalmas kötözés. Szerez exkluzív Starrider ruhákat és lófelszereléseket. Csinek több ezer ló bolondol a világ minden tájáról. Szerez minden héten Starcoint, és gyűjts be ingyen tárgyakat a bónusz üzletből. Szórakoztató tevékenységekkel teli játékesemények, küldetések és szerzői bónuszok. És barátkozz Jorvi kovácsot a szigetén. Férj hozzá több saját istenlóhoz, és indulhat a szerepjáték. Persze szoktak itt lenni. Olyanok is, mégis ajánlatok, meg olyanok is, hogy egy hónapig, vagy több hónapig, sőt, maximum egy hetek, ilyen 3 hét, vagy egy hónap, vagy 3 hónapig lehet Starrider, és azok ilyen kódok kellnek, de itt vannak ilyenek is, így. Most ezek vannak, én nem fogok erre fizetni, mert hát én nem. De, és egyszer fizetős amúgy a fejtelség. De belátok nektek egy képet, hogy nekem milyen a lapom. És igen, ezt kaptam szülinapomra, mert én úgy lettem Starrider. És ti is, ha megveszitek, akkor kapni fogtok egy ilyen lapot, persze apukám vette meg. Tehát kaptok lapot, ami azt jelenti, hogy örökké Starriderek lesznek. Persze, ha ezt befizetitek. Ez a videó ennyi lenne. Köszönöm, hogy megnéztétek. Ha tetszett, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel. Én Sky voltam. Sziasztok! És csak megsúgnám nektek, hogy házi dezertem vagyok, ha valaki keresne, van a Blueberry Fire a nevem, 8-as szinten van, és cupcake lovammal vagyok, aki egy szülinapi ló.